A tisztán érzők 10 parancsolata. Ha tisztán érző vagy, pontosan tudod, milyen, amikor magad sem érted miért, a belső nyugalmad és békéd egyik percről a másikra változik át káosszá. Az energiavámpírok, dráma királyok és királynők előszeretettel kapcsolódnak rád, és élnek a te belső békédből, felemésztve azt. Sokszor nem érted, miért nem szimpatikus valaki, aki legtöbben beszeretett és jónak tart. Nem érted, hogy lehet, hogy mások miért nem látnak a mosoly és a mézes, mázos állarc mögé. Aztán rájössz, valójában kevesen vagyunk, akik önmagunkat alakítjuk, és állarc nélkül játszunk az élet játékát. Viszont az is pontosan tudod, milyen megtapasztalni az összes élővel való egységet, a határtalan boldogságot. Szíved csordultig tele feltétlen szeretettel és boldogatságot árasztod másokra. Hogy fényed és békét tud a világra sugározni, tarts be a következő tanácsokat. Első. Higgy magadban és bízz a megérzéseidben. Soha ne higgy annak, aki be akarja bizonyítani, nem jól érzed a dolgokat. Érzéseid tiszták, és tökéletesen működnek. Kövesd őket, és feltétel nélkül bízd meg bennük. 2. Napi szinten foglalkozz magaddal. Meditálj, sétálj a szabadban, végezz energetikai tisztítást magadon. Gyakran tölts időt egyedül, és töltődj fel. Néha keresd fel egy-egy szakembert, aki speciális tisztítást végez rajtad. 3. Védd magad. Alakítsd ki saját védelmi vonalad, amin nem tud, csak a tiszta szeretet áthatolni. Ha durva környezetbe mész, például temetőbe, bevásárlóközpontba, mindig kapcsold be a védelmi rendszeredet. Ha az angyalokban hiszel, akkor őket kérd a védelemre. Ha az aurád feltöltése a számodra elfogadható, akkor alkalmazd azt. Ha úgy képzeled, hogy 3 oroszlán tudja csak a védelmedet biztosítani, hívd őket. Minden a te hitrendszereden múlik, hogyan érzed energetikai biztonságban magad. 4. Ha negatív emberekkel találkozol, ne magadban keresd a hibát. Ne feszeges tűrőképességet határait, iktass ki őket az életedből. 5. Tudatosíts magadban, nem selejt vagy, nem túl érzékeny. Képességed egy adomány, amely áldásokat hoz majd a világba. 6. Figyelj magadra. Légy tudatos, vedd körbe magad békés, igaz szívű emberekkel, fogyassz ellenőrzött helyről származó élelmiszereket, melyek tiszta rezgéssel bírnak, sportolj és erősítsd a fizikai testedet, kerüld a lehúzó médiát, és a durva, erőszakos filmeket. 7. Ami nem a tiéd, ne cipeld. Ha valaki elmeséli a problémáját, maradj külső szemlélő, és ne akard megmenteni. Ne engedd meg neki, hogy rád pakolja a terheit. Más egy problémát megosztani valakivel, elmesélni egy állapotot, és más valakire rápakolni a terheket, és tőle várni a megoldást. Ha tudsz segíteni, tedd meg, de ne engedd, hogy bárki is elvárja a segítséged. A segítséget azért add, mert tiszta szívből jön, ne nyomás hatására cselekedj. 8. Jelöld ki a határaid. Tanulj meg nemet mondani mindenre, ami nem jó neked, ami lehúz, ami csak az energiádat szívja. 9. Szeresd magad. Állj magadnak az első helyen. Ha valakinek valamit teszel, vagy adsz, csak akkor ér valamit, ha békés szívvel teszed. Ami neked nem komfortos, és kárt tesz, ne tedd meg. Akkor sem, ha a másiknak ettől látszólag jobb lesz. Hidd el, ezzel nem ültetsz el jó dolgokat. És több negatív utóhatása lesz a dolognak, mint gondolnád. 10. Légy hálás. Képességed,
ha jól használod, ajándék. Érzékenységet könnyebben kijelöli az utat, merre menj. Keresd azt, amiben békéd van, és örömmel töltél a lelked. Légy hálás érte a jó Istennek, hogy ilyen erős és megbízható receptorokat adott.